Hozzá kell kezdeni megoldani Európa összes problémáját is. Melyik a teteje? Erre van, itt hideg van, úgyhogy szerintem ez itt az éjszak. Itt van Norvégia. Először Magyarország problémáinak megoldásával kellene kezdenünk Európa felé. Igen, ami egyértelműen látszik, hogy Magyarország jelenleg ugye túl kicsi, és fontos lenne, hogy Erdélyt hozzácsatoljuk. Ugye mi nem szoktunk háborúkat nyerni, tehát az lenne a terv, hogy hadat üzenünk Erdélynek. Mi pedig hát lefekszünk a földre, feladjuk vagy elvesztjük a háborút, valahogy így kicsit normálisabb lesz az ország mérete. Szerintem pénzből kell elkerítést csinálni. A déli részekre kell a 20 000-esekből. Lengyelek átúsznak a tengeren, azzal mit kezdünk? Tehát ott vagyunk már, de hogy védjük meg? Bekarikázzuk őket. Hát bekarikázzuk, szerintem be kell karikázni, és akkor az jó. Ki kell terjeszteni az uniót Afrikára is. Pusztulán. És akkor már például délről már nem érzünk fenyegetettséget. Mennyi? 70,2. Az jó, 70,2. A Marokkó, Algéria, Tunézia, azt mondom, Líbia, Egyiptom. Hogyha csinálunk egy kicsi kaput, akkor esetleg be tudnak jönni azok, akiket be akarunk engedni. Aha, jó, akkor lesz itt egy kapu. Az illegális bevándorlás ellen tök hasznos lenne, hogyha akár óránként változnának Európa határai, és így nehéz lenne őket átlépni illegálisan. A szaggatott vonalon lehet, hogy azzal tudjuk jelölni, hogy hol. Hány órakor kéne ezt az egészet csinálni? 16 órakor mondjuk itt. 16, de 16 órakor. Nagyon jó. Már elkezdtünk korábban egy tárgyalássorozatot, hogy a régi trianoni területeket visszaszerezni. Ezt mindenféleképpen, én már beszéltem Sárközivel még annak idején. Kánt nem lehet például hozzánk csatolni, de Brötányt például adják, illetve Korzikát is adják. Ha már így kialakult a nagy Magyarország, akkor szerintem csatlakozzunk a Brexithez. Működik országgal is. Itt hideg van, akkor a kutyamamutok azok tökéletesek lesznek arra, hogy ezt a területet a hidegben, mert a mamutnak ilyen nagy szőrös feje van. Kutyamamut, az jó. Tehát azt belevenni a kalkulációkba, hogy déltől háromig nem nagyon tudunk semmit csinálni, mert hogyha már bevezetjük a siestát egész Európába, akkor nem fogunk tudni. Déltől háromig lehet álmodozni, de csinálni semmit. Hát de megállhatjuk a jövőt, hogy szabjuk vissza a pénzt! Ha centit tudsz rá, az jó! Nem, kastélyt maga, azt hiszem, hogy tudjátok, mi lenne a legjobb? Ha egy emberként lennénk Európa! Gyönyörű! Úgy tűnt, hogy ennél a ingyensebb dolognál ki tudunk valami értelmesebbet találni. Szerintem lássuk be, hogy akkor járunk a legjobban, hogyha megígérjük Európának is az ingyensebb. Végre! Szuper! Köszönöm!